Választás 2018 magas részvétel mellett meggyőző kormánypárti siker született. Szeúzó kiállítás a 20 ezredik látogató is regisztrált a József András Múzeumba. Móra napok, a tanulók különböző versenyszámokban mérhetik összetudásukat. Híradó a Nyíregyházi Televízióban, jó estét kívánok! A szabad választások óta a második legnagyobb 69,5%-os részvételi arányal zajlott le az országgyűlési választás Magyarországon. A leadott szavazatok 98,5%-ának összesítése alapján a Fidesz-KDNP 133 mandátumot szerzett, így meglehet a kétharmados többségük a parlamentben. A két nyíregyházi választókörzetben dr. Szabó Tünde és dr. Vinnai Győző, a Fidesz-KDNP jelöltjei szerezték meg a legtöbb szavazatot. A Nemzeti Választási Iroda adatai szerint a szavazásra jogosultak 69,5%-a járult az urnákhoz vasárnap reggel 6 és este 19 óra között. A leadott szavazatok 98,5%-ának összesítése után a 199 fős parlamentben a Fidesz-KDNP 133 mandátumot szerzett. Ez 66,83%-os eredményt jelent, amellyel újra meg lehet a kormánypárt kétharmados többsége. Egy nagy csata van mögöttünk, sorsdöntő győzelmet arattunk, lehetőséget teremtettünk magunknak, hogy megvédhessük Magyarországot. Még nem tartunk ott, a mi hazánk Magyarország még nem tart ott, ahol szeretnénk, de már elindult a saját maga által választott útján. Együtt fogunk ezen az úton végigmenni. A pártok közül a második legtöbb szavazatot a Jobbik kapta, ezzel 26 mandátumot szereztek. A parlamentbe jutott az MSZP Párbeszéd 20, a DK 9, az LMP 8, az Együtt egy mandátummal. A maradék két helyen egy független és egy a magyarországi németeket képviselő jelölt osztozhat. Az országgyűlési választáson Szabolcs-Szatmár Bereg megyében átlagosan közel 65%-os volt a voksolók részvételi aránya. Az egyes számú választókörzetben 71,1%-os részvétel mellett dr. Szabó Tünde, a Fidesz-KDNP jelöltje győzött, a szavazatok 41,2%-át szerezte meg. Második lett Csabai Lászlóné, az MSZP Párbeszéd jelöltje, 32,26%-kal, a harmadik pedig Lengyel Máté, a Jobbik jelöltje, 19,12%-kal. A kettes számú választó körzetben közel 64%-os részvétel mellett dr. Vinnai Győző, a Fidesz-KDNP jelöltje, a szavazatok 48,89%-ával győzött, a második dr. Fülöp Erik Sándor, a Jobbik jelöltje lett, 34,31%-kal, a harmadik pedig dr. Helmeci László, a DK jelöltje, 10,53%-kal. A megye hármas számú választókörzetéből Sesták Miklós Fidesz-KDNP-s, a négyes számúból Tilki Attila Fidesz-KDNP-s, az ötös számúból Kovács Sándor Fidesz-KDNP-s, a hatos számúból pedig Simon Miklós, szintén Fidesz-KDNP-s jelölt jutott a parlamentbe. Magas részvétel és aktivitás mellett zavartalanul folyt a választás Nyíregyházán. A szavazókörök reggel 6-tól este 7-ig várták az állampolgárokat. A megyeszékhelyen rendkívüli esemény nem történt. Időnként azonban sorba kellett állni az urnák előtt, mert sokan éltek állampolgári jogukkal. Szívből gratulálunk, és fogad szeretettel első szavazásodon. Sikeres szavazást kívánunk. Nemzeti színű karperecet kapott a szavazatszámláló bizottság egyik tagjától, tudja Zsófi. Az Rényi Ilana gimnázium diákja 10 napja töltötte be a 18. életévét, így életében először vehetett részt az országgyűlési választásokon. Azt mondta, megtiszteltetés számára, hogy élhet állampolgári jogával. Nagyon megtisztelő, ugyanakkor kicsit fura is volt, hiszen az iskolában már tanultunk magáról a szavazási rendszerről, viszont átélni még sosem éltem át, de nagyon örülök, hogy végre ezt is megtapasztalhattam. Illetve fontosnak tartom, hogy mint magyar polgár, egy állampolgári kötelezettségként eljöjjek és szavazzak.
Zsófi mellett sok olyan fiatal vett részt a választásokon, akik először gyakorolhatták állampolgári jogaikat. Ők azt mondták, izgatottan jöttek el szavazni. Nagyon izgulok, mert nem is tudom, hogy mit kell csinálnom, vagy hova álljak, vagy merre menjek. Úgyhogy hát elég izgalmas a helyzet. És hát én mindenképpen akartam jönni szavazni, mert úgy érzem, hogy ez fontos számomra. Mert hogy mégiscsak első szavazás. Mások már rutinosan vettek részt az országgyűlési választásokon. Ők pontosan tudták, hogyan működik a szavazás. A megkérdezettek egy része azt mondta azzal, hogy kifejti a véleményét, a hazát szolgálja. A haza szolgálatában tartottam fontosnak, mert ez a legfontosabb nap, talán az évben. És itt kell lenni mindenkinek, akinek fontos a haza. Nyíregyházán egész nap azt lehetett tapasztalni, hogy többen mennek el szavazni, mint 4 évvel korábban. A nem végleges adatok szerint az egyes számú választókerületben a választópolgárok közel 69%-a járult az urnákhoz, a kettesben pedig néhány tized eltéréssel közelítette meg a 63%-ot a részvétel. A legtöbben egy Ungvár sétányon lévő szavazókörben éltek a szavazás lehetőségével. Itt 941 szavazásra jogosultból 792 állampolgár adta le a voksát, ami több mint 84%-os részvételt eredményezett. A legkevesebben pedig a 47-es szavazókörben mentek el. Itt 2184 szavazásra jogosultból csak 487 fő jelent meg, ami alig több mint 22%-os részvételt eredményezett. A megyeszékhelyen a választás rendkívüli események nélkül folyt. A város 100 szavazókörében 19 órakor lezárult a szavazás, és megkezdődött a lapok feldolgozása. 18 óra 55-kor jött az utolsó szavazni kívánó állampolgár, leszavazott, 19 órakor az urnát, a szavazást beszüntettük, az urnát lezártuk, és ezt követően megkezdődött az érdemi munka, és megkezdtük a szavazatoknak az összeszámlálását. Jelenleg már végeztünk a számlálással, és a számlálást többször is elvégeztük, és leellenőriztük, és minden száma a végére passzolt. Nyíregyházán 2 szavazókörben, a 2-esben és a 73-asban nem hirdettek egyenlőre végeredményt. Ide várják ugyanis azoknak a nyíregyháziaknak a szavazatát, akik külképviseleteken vagy az ország más pontján adták le voksaikat. Ezeket a szavazatokat április 14-éig fogják összeszámolni. A helyi választási bizottság jelentése szerint ezek a szavazatok matematikailag nem befolyásolják a kialakult eredményeket. Istenek és hősök, a múzeumban szombaton újabb szeúzó maraton lesz, éjfélig fogadják a látogatókat. Az elmúlt héten a 20 000. Látogató is regisztrált a József András Múzeum szeúzó kincseket bemutató tárlatára, melyet április 15-éig tekinthetnek meg. Előkelők, istenek és hősök, légiósok, szakácsok és szolgák csapata vehet részt a múzeum pedagógiai, illetve múzeum andragógiai foglalkozásokon. Gyerekek és felnőttek egyaránt kedvelik a kiállításhoz kapott tájékoztatót, a történelmi hátteret, illetve a megfigyelési szempontokat. A császárkori ezüstkincsek látványa maradandó élményt okoz, majd mélyíti az ismereteket a korhoz kötött játék. Soha ne képzeljék azt, hogy a korábbi korokban élt emberek buták voltak, vagy képzetlenek voltak, mert hát a rómaiak is a görög kultúrára építkezve hozták meg a maguk, vagy alakították ki a maguk nagyon is sajátos és nagyon is mély kultúrájukat. Virágzó kultúrát hoztak létre, sőt olyan dolgokat hoztak ide Pannóniába, ami azelőtt nem volt. És hát, hogy képzeljük el, annak idején volt már vízvezeték rendszer a villájukba, padlófűtés volt a villájukba, tehát lehet, hogy nem volt mobiltelefon és nem közlekedtek autóval, de minden más egyéb megvolt, ami a számukra szükséges volt. Ismét a múzeum vendége volt a megnyitón megismert borsodi hagyományőrző csoport. Bemutatták fegyvereiket, ruházatukat, a korabeli ember használati tárgyait, a harcmodor alakzatait is, megszólaltották a latin nyelvű vezényszavakat is. Gaius Filius Vulzó vagyok, Rostallóról, a Kolónia Rostalló Kulturális és Hadtörténeti Alapítvány képviseletében. Így szólt a bemutatkozás a hagyományőrzők részéről. Rostalló egy borsodi apró kis zsáktelepülés 3 házzal, nos, ez a kolónia őshazája. Itt tűzik a hagyományőrzés nemes sportját, diák, tanár, orvos és szakács hobbija, egy baráti társaság küldetése laikusként megismerni a római hagyományokat. Imáron 8 éve őrizzük a római hagyományokat. Igazság szerint ez maga az antik világnak a
kitekintése és továbbélése. Olyan bőséges anyag áll ebből rendelkezésre, hogy gyakorlatilag egy egész életmű, ennek még csak részleteit is megismerni, felderíteni. Nagyon sok útmutatással szolgálnak a mai kor emberének is. És nagyon sok helyről köszön vissza mindaz a kulturális hagyaték, ami akkoriban megfogalmazódott a korabeli európai emberekben. Ez nem jelmez, javít ki a szószóló, ez életszerű viseletre alkalmas ruházati felszerelés. Múzeumi rekonstrukciók alapján készített fegyverek és használati tárgyak szolgálják a történelmi bemutatót. De nem lesz kisebb formátumú a József András Múzeum kiállítási programjának folytatása sem. Nagy volumenű attrakciós kiállításokat ígértem a nyíregyháziaknak. Tehát ez az egyik, ami megvalósult, és én úgy érzem, hogy ez nagyon sikeres. Május 3-án a Magyar Karnapjára kartörténeti kiállítást fogunk megnyitni. Ez szintén egy nagyszabású kiállítás. Mondhatni, hogy egy kard arzenált fogunk itt bemutatni, és mindenkit várunk. És a múzeumok éjszakáján, június 23-án pedig 50 munkácsi képet szeretnénk a nagy közönségnek bemutatni. Úgy tűnik, több esélyes az esztendő kiállítás a cím a József András Múzeumban. A késő császárkori vándorkiállítás látogatóinak továbbra is regisztrálni kell. Nyíregyháza után a fővárosba szállítják a leletegyüttest, majd újabb restaurálás után kerül a Nemzeti Múzeum állandó kiállításai közé. Elkezdődtek a hagyományos móranapok a Nyíregyházi Móra Ferenc Általános Iskolában. Mindjárt jövünk a részletekkel, előtte még nézzük a nap további híreit. Szombatra Víradóra Újfehértó külterületén egy személygépkocsi letért az útról és villanyoszlopnak ütközött. A jármű vezetője elhagyta a helyszínt, a rendőrök keresik az autó tulajdonosát. Ma reggel a Korányi és a Krúdi utca csomópontjában egy autós elsőbségadás nélkül fordult balra és összeütközött a szabályosan érkező személygépkocsival. Személyi sérülés nem történt. A hét elején a közlekedési jelzőlámpák karbantartását végzik a szakemberek Nyíregyháza több pontján. A kikapcsolt időszakokban a kressztáblák az irányadóak, de forgalomkorlátozásra is számítani kell. Elkezdődtek a hagyományos móranapok a Nyíregyházi Móra Ferenc Általános Iskolában. Az egy héten át tartó rendezvény sorozaton a tanulók különböző versenyszámokban mérhetik össze tudásukat és tehetségüket. A Nyíregyházi Móra Ferenc Általános Iskola 1994 óta viseli az író nevét, ezért minden évben megrendezik a móranapokat. A gyerekek különböző versenyszámokban mérhetik össze tudásukat és tehetségüket is megmutathatják. A város más iskoláiból is várnak közel 900 diákot, hogy részt vegyenek a programokon. Mi szeretnénk, ha az iskolánk tényleg otthona lenne a 895 diáknak. Ilyenkor viszont igazi vendégváróként, házigazdaként hívjuk meg azokat a diákokat a megyéből és a városból, akik szívesen versenyeznek velünk azokon a területeken, ahol mi tehetség, akkreditált kiváló tehetségpontként fontos versenyeket szerveztünk már eddig is. Cinege király, természetismereti verseny, a kincskereső prózamondó verseny, a múramatek verseny. Az ünnepélyes megnyitó után azonnal elkezdődött a foci bajnokság. A játékos versenyfeladatok mellett lesz prózamondó, természetismereti, sakk és még angol nyelvi vetélkedő is. A programokon szülők, felkészítő pedagógusok és persze a nevező diákok is részt vehetnek az április 9-től 16-áig tartó móranapokon. Megszakadt a Nyíregyháza Spartacus veretlenségi sorozata. A labdarúgó együttes egy furcsa góllal kapott ki a Mosonmagyaróvártól. A csapat szerdán a Dorogot fogadja. Ez az indítás veszélyes, és ott a helyzet, de oda pattog a labda, Kapacina, nagy blokk, ott a lövés, és javatolja fölé. A legjobb időpont arra, hogy megszerezze a vezetést a Nyíregyháza, akkor, amikor 30 másodperc van hátra az első fél időből, Gajdos adja középre, még vissza lehet tenni, Szabó Farkas, ő íveli be. Na lesz a lövőhelyzet, igen, ott a lövés, alig mellé, Pekár. Érkezik a beadás, és ott a helyzet, Jova véd hatalmasat, és aztán sikerült kivágni a labdát. Most kellene egy jó beadás,
Hátrafelé indul Hinora. Farkas. Kicsit olyan a meccs, mint egy kézilabda találkozó. Felálltunk ott a 16-os vonalánál. Körbe adagatjuk, és aztán jön egy beívelés. Kiejti a kapus, és aztán fölélő Szabó Bence. És lesz egy csere majd a Moson-Magyaróvárnál. Pedig nem lesz, mert a saját tér feléről indult Lőrinci, aki begyalogolhat egyedül. Most állt vissza. Kulcsár készíti le, és megszerzi a vezetést a Moson-Magyaróvár. Zsirai a gólszerző. A gólról nem kívánok beszélni, rendkívül sportszerűtlen körülmények között született. Azonban a szabályokat a lehetőségeken belül. Csak saját magunkat okolhatjuk ennek ellenére a 3 pont elvesztésére. Az ilyen mérkőzésen sokkal nagyobb akarattal és alázattal kell játszani. Tudtuk, hogy ilyen nehéz mérkőzés lesz. Nem kellő lendülettel és éllel játszottunk ahhoz, hogy meg tudjuk nyerni ezt a találkozót. A kidolgozott 100%-os helyzetek alapján is megérdemelten nyertünk. Meg tudtuk oldani a Nyíregyháza építkezését. Nagyon jól zártuk le a középső zónát. Nem maradt más neki, csak a felévelgetés, azokat meg a védőink jól megoldották végig, és a kontráinkba végig úgy érzem, hogy gólveszélyesek voltunk. Feszült, ideges hangulatú meccs volt nekünk, a mi helyzetünkben nagyon fontos volt, hogy meg tudtuk nyerni ezt a mérkőzést. Híradónk végén nézzük főbb híreinket, még egyszer néhány mondatban. A szabad választások óta a második legnagyobb, 69,5%-os részvételi aránya zajlott le az országgyűlési választás Magyarországon. A leadott szavazatok 98,5%-ának összesítése alapján a Fidesz-KDNP 133 mandátumot szerzett, így meglehet a kétharmados többségük a parlamentben. A két nyíregyházi választókörzetben dr. Szabó Tünde és dr. Vinnai Győző, a Fidesz-KDNP jelöltjei szerezték meg a legtöbb szavazatot. Istenek és hősök, a múzeumban szombaton újabb szeúzó maraton lesz, éjfélig fogadják a látogatókat. Az elmúlt héten a 20 000. Látogató is regisztrált a József András Múzeum szeúzó kincseket bemutató tárlatára, melyet április 15-ig tekinthetnek meg. Elkezdődtek a hagyományos móranapok a Nyíregyházi Móra Ferenc Általános Iskolában. Az egy héten át tartó rendezvény sorozaton a tanulók különböző versenyszámokban mérhetik össze tudásukat és tehetségüket. A Nyíregyházi Televízió híradóját látták, mindjárt jön az időjárás jelentés. Friss hírekkel holnap este is várjuk majd Önöket. Nézzenek minket akkor is, viszontlátásra!